Teljesen megtöltötték a Mercedes-Benz Nemzeti Kosárlabda Akadémia kosárlabda csarnok lelátóit a szombati szezonnyitó ünnepség vendégei. A város nevében Szemereiné Pataki Klaudia polgármester köszöntötte a vendégeket és természetesen a fiatal sportolókat. Elmondta, tanulóként ő is kosárlabdázott és megtanulta azt, hogy erővel, energiával, kitartással mindig végig kell vinni, amit elhatározunk. A sport az egész életre hatással van. A polgármester azt is elárult a televíziónknak, annó mi adott erőt számára a küzdelemhez. Az erőt az a múltam és az a csapat, amelyiket sikerült összekovácsolni itt az akadémia keretein belül, úgyhogy azt gondolom, hogy meg a város, hiszen a város kosárlabda rajongása nélkül ez nem működne. Tehát akik sokan kosaraztak és nagyon sok edzőt is látunk itt nagyon régről ismert arcokat, ők azok, akik folyamatosan az erőt adják nekünk, hogy ezt tudjuk és végezzük. Szemereiné Pataki Klaudia megköszönte az Országos Kosárlabda Szövetségnek a lelkes támogatást és mindenkinek, aki hosszú-hosszú időn keresztül kitartó munkával segítette a kosárlabda sport életét Kecskeméten. Az ünnepi szezonnyitón Ivkovicsné Béres tíme, a Junior Sport Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója is értékelte az évet. Beszédében hangsúlyozta, az akadémia legnagyobb feladata, hogy játékosokat neveljen a felnőtt csapatok számára, ehhez pedig kiemelten fontos a jó szakmai hírnév. Ezt igazolva, a több társukat is képviselve, Kis Virág és Nagy Joel játékosok ünnepélyes ceremónia keretén belül aláírták életük első felnőtt kosárlabdás szerződését. Nagyon sokat fejlődtünk a minőségi körülmények és feltételek megteremtésében, úgyhogy most már csak tényleg a szakmai munkára összpontosítunk. Idén bevezetünk egy két edzős képzési modellt, rendszer, tehát hogy az akadémiai csapatok az U14-16-18-as korosztály mellett két edző fog dolgozni, ezzel nagyobb szakmai figyelem fordulhat a gyerekekre, úgyhogy ettől nagyon sokat várunk. És hát ugye a legfőbb produktivitás eredmény számunkra az, hogyha minél több gyermek kap válogatott meghívót a nemzeti csapat. Az eseményen a 2018-2019-es szezon legjobb sportolóinak teljesítményét is jutalmazták.